Gödöllőn, a Városháza földszinti nagytermében a település fejlesztési terveiről és a hamarosan megjelenő innovációs pályázatokról rendeztek tájékoztató fórumot 2014. november 18-án. A Gödöllő térségi kamarai klub által szervezett rendezvény ingyenes volt, de a részvételhez előzetes regisztrációra volt szükség. Az állófogadás után Bonyhádi Elek, a PMKIK területfejlesztési bizottságának elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal kíváncsiak a mai rendezvényünkre, ami egy igazi triumvirátus a rendezvény szervezése szempontjából, ugyanis háros rendezvény, amit a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara területfejlesztési bizottságának ülése, a innovációs klub ülése és a gödöllői klub ülése. Az igazán egyik meg, hogy az első részt bemutassam. Tisztelettel köszöntöm Szabó István urat, a megyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm és köszönöm a hely biztosítását és a szervező a segítséget Gémesi György polgármester úrnak. Ugyancsak köszönöm Gündúzó Mérta és kérek a közreműködését és segítségét. És dr. Szanyák József urat, aki a klaszter témában tart előadást. Szabó István, a Pest megyei közgyűlés elnöke tájékoztatójában a megyék szerepének változásairól beszélt. Egy olyan fórumon jelenhetek meg, amely Pest megye számára feladatait illetően az egyik legfontosabb terület lesz. 2012-ben megváltozott a megyék szerepe, és szinte kizárólag a területfejlesztés és a területrendezés lesz a dolgunk. Ennek keretében mi az elmúlt 2,5 évben minden energiánkat arra fordítottuk, hogy Pest megye fejlesztése érdekében olyan információkhoz jussunk, amely megalapozza a következő 7 év Európai Uniós támogatási forrásainak elosztását. Számtalan fórumon vettünk részt, számtalan egyeztetést végeztünk. Amikor megkaptuk a VECOP, ez a versenyképes Közép-Magyarország operatív program első verzióját, változatát, akkor nagy örömmel láttuk, hogy igen komoly léptékben szerepel benne a kutatásfejlesztés, az innováció, az ipari parkok fejlesztése, tehát maga a gazdaságfejlesztési szegmens. Ez egy 27 milliárdos nagyságrendű összeg volt, amit én úgy tekintek, hogy nagyjából 5 esztendőre gondolom elosztani, hiszen az első már mindjárt elmúlik. Az utolsó meg igazából már nem arra való, hogy ott kezdjünk el gazdaságot fejleszteni. Tehát egy 5 évben gondolkodom, ami azt jelenti, hogy egy viszonylag jó lehetőség arra, hogy Pest megye gazdaságát, a gazdasági szereplőket olyan módon támogassuk meg, és főleg az innováció területén, hiszen a legfontosabb a gazdaság számára az, hogy minél magasabb szintű hozzáadott értéket tudjon megtermelni, ennek pedig az alapja az innováció. Az elsősorban vállalkozók és vállalkozások képviselőinek tartott tájékoztatót Gödöllőváros polgármestere dr. Gémesi György nyitotta meg. Hogy mi jut eszembe nekem Gödöllőről, nekem az jut eszembe, hogy ez az otthonom. Immáron 58 esztendeje, és szeretném ezt a várost olyan formába látni a jövőben, hogy legyen egy komfortos város a számomra, számunkra, 34 ezer gödöllőinek, hogy jól érezzük magunkat benne, és emellett használjuk ki azokat a lehetőségeket, amiket egyébként részben örököltünk, vagy mi építettünk ki az elmúlt időszakban, vagy éppen mondjuk, amit a város földrajzi elhelyezkedése biztosít a számunkra. Ha ezeket kihasználjuk úgy, hogy a város élhető marad, és egy békés, nyugodt városnak tud megmaradni, akkor biztos vagyok benne, hogy minden gödöllői számára megfelelő formában
a bizalmat megszolgáltam, amit most is megkaptam néhány héttel ezelőtt. Nagy kihívás persze nyilván az, hogy az ember ne essen kísértésbe, amikor jönnek azok a befektetők, akik adott esetben sok pénzt hoznának, és olyan feltételeket kérnek, amely feltételek, ami mindennapi nyugalmunkat megzavarják. Tehát mindenféleképpen az első, ez a város az én otthonom egy, és a többieké is, akik itt laknak velünk együtt, és szeretnénk azt, hogy azért minden lehetőséget kihasználva egy olyan erőtér alakuljon ki, amely szellemiségében is és gazdasági erejében is példamutató az ország különböző pontjaiban. És azért nagyon fontos erről beszélni, mert most egy olyan gazdasági fórumon, vagy egy olyan fórumon vagyunk, ahol gazdaság szereplői, a helyi, a környékbeli gazdaság szereplői vannak itt nagy részt, és nyilván ők is szeretnék megtalálni a számításaikat. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a értékeket, amikkel rendelkezünk, azokat a szándékokat, amiket gondolunk, azokat úgy tudjuk összeilleszteni, hogy mindenki meg tudja találni a számítását, lehetőség szerint arányosan igyekezzünk ezeket az erőtereket felosztani, és akkor azt hiszem, hogy valóban egy versenyképes kisváros alakulhat ki. Gyémesi György a továbbiakban Gödöllőváros fejlesztési terveiről beszélt. Nem szabad elvenni a levegőt. Ez egy nagyon lényeges dolog azoktól, akik felhajtó erejet adhatnak egy lokális és térségi gazdaság fejlesztéshez. Mert egyébként egy településnek is kell legyen gazdaságfejlesztési stratégiája, de ahhoz kell látni, hogy merre megy a település, és nem össze-vissza csalinkázik, hanem oda szeretnék menni, és ahhoz fűzi föl azt a lehetőséget, azoknak a szerepét, akik abban részt szeretnének venni. Gödöllőnek egyébként ma a bevételének jelentős részét a multik fizetik. Ez nem azt jelenti, hogy nincs egészséges, versenyképes szektor, de arányaiban 90-95% bevétel onnan érkezik. Ezért is nagyon érdekes, hogyha ezt egy picit meg szeretnénk változtatni, és lesznek mondjuk olyan típusú állami fejlesztési források ezen a területen, amikről hallottunk kis- és középvállalkozói szektorban, vagy amiről hallottunk, hogy 60%-át az uniós forrásoknak a következő ciklusra betolják a gazdaságba, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, hogyha a helyi és a térségi gazdasággal, kereskedelemmel, iparral foglalkozó köre, az ismeri ezt a stratégiát. Egyébként nem lesz titok, hiszen el fogjuk fogadni, nyilván el fogja a testület megvitatás után a ciklus programot, és az egyébként erről a fejlesztés, elsősorban erről a gazdaságfejlesztési irányról fog szólni, ami jelenthet nyilván beruházásokat. Nem számít a város. Nem számít a város táskába hozott pénzekre. Nem is értek azzal egyet, hogy települések kapnak táskába adott pénzt. Nem, ez most nem titkos pénzféletesnek, ez nem a nokiás dobozról szól, hanem azt mondjuk a költségvetési év végén, hogy 30 milliárdot XYZ-nek odaadunk 65 településnek, volt már ilyen. Nem értek vele egyet. Ebben a szektorban is van verseny. Ami nem feltétlen politikai versenyket jelentsen, hanem azoknak a gazdasági erőtereknek a versenyképes fennmaradását, értem ezzel az önkormányzatokat, akiknél a gazdasági erőtér nagyon sok adót fizet be a központi költségvetésbe. Tehát ezeket a kvázi aranytojást tyúkokat, ami a központi költségvetés számára ilyen, nem szabad levágni, nem szabad azt mondani, hogy te ezért meg azért nem vagy alkalmas, azt kell mondani, hogy hozd, csináld, termeld alulról, és adj lendületet ennek a folyamatnak, mert akkor nekem is a központi bevételem több lesz, a járulékok, az adó, és a többi, és a többi. És akik versenyképesek, azokat kell, ez megint az én saját gondolkodásom, segíteni. Mi az elmúlt időszakban kialakítottunk egy viszonylagos önállóságot, ami annyit jelent a bevételek terén, és a kiadások terén, egy nagyon racionális, észszerű gazdálkodás megteremtése után, hogy mindig marad lehetőség, mozgástér a fejlesztésekre. Nem hatalmas nagy dolgokba tessenek gondolkodni, egy 34 ezres város vagyunk. De ennek a 34 ezres városnak a működtetésében is van egy komoly lehetőség bekapcsolódni a vállalkozói szektornak, és nyilván a fejlesztéseibe. És nyilvánvaló mindenki a saját maga erejéhez képest, teljesítő képességéhez képest. Egy biztosat tudok önöknek mondani. Itt nincs korrupció, soha senki nem fog előnyt élvezni azért, mert valakit megkeresett, és mindig a legjobbat fogjuk kiválasztani. A klasztár tevékenységek előnyeiről és a 2014-ben elért eredményekről dr. Stranyák József, az EMBK elnöke tartott beszédet. Kis és középvállalkozások, mi is átestünk rajta, nagyon sok kis és középvállalkozással alakítottuk meg 3 évvel a klasztárt.
aminek az lett a vége, hogy voltak jó technológiánk, voltak kiváló innovációink, csak miután kisvállalkozások voltak, nem igazán tudtuk beindítani. Mert ugye az innovációhoz, ahhoz, hogy meg tudjam valósítani, ahhoz, hogy a találmányt mondjuk az Émi be tudja minősíteni, ahhoz pénz kell. Tőkeszegény volt, és ugye egy tőkeszegény vállalkozás nem kap sem további tőkét a költésre, ha úgy tetszik, mert ugye a pénzintézet nem volt hitelezés, de egyébként is ki az, aki pénzt adna azért, hogy most holnap lehet, hogy lesz belőle valami, lehet, hogy nem. No, tehát akkor azt mondtuk, hogy ezen is változtatni kell, és majd jön egy másik tétel, ezt majd később bizonyítom. Multik helyi kapcsolat, nagyon fontos velük való kapcsolat, önkormányzatok stratégiai kapcsolat. Egyetemek szintén nagyon fontos kapcsolódási pontjaink, hiszen az innováció melegágyai lehetnek, és a munkaerő utánpótlását is jelenthetik magának a klasztere. Kutatóintézetekkel való kapcsolatot külön nem kell magyarázni, viszont a szakmai szervezetek is nagyon sokat tehetnek az ügyben. És végül is ezek után, ennek ismeretében el kell dönteni, hogy mi az, amit szeretnénk csinálni. Ugye itt az előbb elhangzott, hogy Gödöllőn is verseny. Na most, ha verseny van, akkor nyilván több mint 200 klaszter van manapság. Valami speciálisat kell kitalálnunk, amiben jobbak vagyunk, és ezt bizonyítani is kell. És ez az innovációs történet volt. Tehát mi 30 innovációra építjük fel az egész klaszter tevékenységet. Nagyon fontos a jogi státusza, az SMS, az etikai kódex is, ami nagyon fontos, hogy amikor elindulunk, akkor legyen az bármilyen jelképes eszköz, lehet az lassú busz, lehet gyors vonat, lehet repülő, de egyszerűen, aki ebbe a klaszterbe beszáll, akkor az jön velünk, aki nem, az lemarad. A rendezvény moderátora Sarkadi Judit volt, aki a világ első számú business coach cégénél a vezető kompetencia fejlesztésével foglalkozik. Gubacska Anikó, az ECC Kft. Pályázati tanácsadója, a fejlesztés és az innováció lényegi különbségeit fejtette ki. Pályázati szempontból, hogyha ezt meg szeretném közelíteni, és félretesszük a jogszabály által előírt definíciókat, akkor azt mondanám, hogy fejlesztés az, amikor technológiafejlesztésről, tehát eszközbeszerzésről beszélünk, fejlesztés az, amikor telephelyfejlesztésről beszélünk, tehát kapacitásbővítésekről van szó. Innováció az, amikor mi létre szeretnénk hozni egy új terméket, kialakítunk egy új technológiát, vagy új szolgáltatást. Egy egészen egyszerű példa, 2-3 évvel ezelőtt jött hozzánk egy nyomdaipari vállalkozó, szeretett volna egy új nyomdagépet vásárolni. Egészen eddig a történet fejlesztés, technológiafejlesztés, eszközbeszerzés. Amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor elmondta azt, hogy ehhez a nyomdagéphez ő szeretne egy speciális szoftvert kialakítani, illetve kialakítatni, amivel a piacon addig egyedi technológiával, egyedi megrendelésekkel, kis darabszámokban is hatékonyan fog tudni gyártani. Innentől kezdve, hogy ő az eszközbeszerzés mellé hozzátett egy akár egy kis szoftverfejlesztést, egy kis saját munkát. Onnantól kezdve innovációról beszélünk, tehát a 35%-os eszközbeszerzés, 35%-os támogatási intenzitású eszközbeszerzés helyett bele tudtuk rakni egy 45%-os támogatási intenzitású innovációs pályázatba. Pályázati szempontból alapvetően talán ez a legfontosabb különbség. Barna István, az ECC Kft. Területi fejlesztője, a közép-magyarországi régióban tevékenykedő vállalkozók támogatási nehézségeiről beszélt. Most egy picit negatív hírt kell hoznom, és ez a negatív hír az, hogy önök a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívására vannak itt, és jellemzően én azt gondolom, hogy közép-magyarországi régióban tevékenykedő vállalkozások. Ez a régió, ez szemben a 6 másik konvergencia régióval mostoha szerepben van. Nagyon-nagyon mostoha szerepben van. Bizonyára önök közül is sokan találkoztak már avval a támogatási térképpel, ahol Fehérmező jelöli azt a területet, ahol nagyvállalatok számára nulla, mikrokisvállalkozások számára maximálisan 20%-os támogatási intenzitás érhető el. Én biztatni tudok mindenkit, hogy meghagyva a budapesti, Pest megyei érdekeltséget, mozduljanak ki a régióból, hozzanak létre egy telephelyet valahol közel a régió határához, épp hogy elég 1 kilométerre átmenni egy másik régióba, már is számottevően nagy mértékben növekedhet a
támogatási intenzitás. Nagy Zsolt, a Logdrill Kft. Üzletfejlesztési igazgatója osztotta meg gondolatait és tapasztalatait a sikeresen elnyert, végrehajtott és elszámolt innovációs pályázatokról. Ilyen elemzés például ez a hype cycle, amit a Gartner évről évre a különféle fejlődő és induló technológiákról, vagy a különféle technológiákról kiad. Ez azt mutatja, a görbe bal sarkában a kutatási fázisban lévő technológiák vannak, a jobb oldalt, ami meg már tömegesen elterjedt az adott piacon, ami lehet lakossági vállalati piacon. Párat így kiemelgettem, ami esetleg segít abba, hogy lássuk, hogy miről is beszél ez a görbe, tehát például a kvantum számítástechnika az még jelentősen a kutatási fázisban van, de például a vállalati 3D nyomtatás, amiről rendszeresen lehet Indexen, Origón olvasgatni, hogy most nyomtattak egy pisztolyt, most egy autót kezdtek el nyomtatni, és a többi, az már látszik, hogy széles körben elkezdődött a vállalati rendszerekbe, vagy vállalati szférába terjedni, sőt már itthon is le tudunk 20-30 millió forintért rendelni egy valamilyen szintű 3D nyomtatót. Ez pár év, és otthon már tényleg az lesz, hogy lenyomtatjuk magunknak azt a néhány alkatrészt, amire szükségünk van. Tehát én azt gondolom, hogy néhány év múlva már a metróba vehetjük a 3D nyomtatóinkat. De mondjuk, hogy ha arra gondolunk, hogy a cloud computing, ott ezt még egy korábbi fázisra mutatja a görbe, gyakorlatilag akinek okos telefonja van, az a cloud computingot így vagy úgy használja, ez ugye a felhő alapú számítástechnika, az ilyen különféle webtárhelyek, tehát a Dropbox-tól kezdve a Oak Spider-en át egy rengeteg olyan eszköz van, ami ugye egy felhőbe tölti fel az adatainkat, onnan tudjuk lehúzni, bármilyen eszközről, ami a felhőt eléri, letölthető, a legtöbb gyártó gyárilag kínál ilyen szolgáltatásokat. A rendezvény záró gondolatait dr. Dúl Udóné, a Gödöllői Térségi Kamarai Klubelnök osztotta meg a hallgatósággal. Ezt a témát is, amit ma beszélgettünk, az innovációt és a pályázati lehetőségeket, én már harmadik alkalommal tettük a porondra ebben az évben, hiszen nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamarának van egy térségi kamarai klubja, amit azért hoztunk létre, hogy a vállalkozókat tudjuk segíteni abban, hogy egyrészt a jogszabályok között, másrészt a mindennapi olyan gyakorlatban segítsük, amiben tudjuk. Többek között ilyen volt ez a klaszteres, az innovációs és a pályázatos témák, és azt gondolom, hogy hiába, hogy harmadszor hallottuk, én magam is foglalkozom azzal, hogy a cégemnek pályázatokat, ha lehet, adjunk be, de nagyon-nagyon sok új dolgot hallottunk. Nagyon tetszett az, hogy gyakorlati oldalról közelítettük a dolgokat, ezt köszönjük szépen. Én úgy gondolom, hogy ez kell a vállalkozásoknak, hogy ne az elvi dolgokról halljunk, hanem a gyakorlatról. Akkor is nehéz, ha háromszor halljuk, de tényleg mindenkit próbálok noszogatni arra, hogy pályázzunk, bár hallottunk itt a nehézségekről, és akkor ígérjük ugye meg a csapatnak, hogy igenis fogjuk őket majd keresni és bombázni, és el fogják mondani, hogy tudnak-e nekünk segíteni, vagy nem. És egy-két témát még elmondanék, hogy mi mindenről szoktunk beszélni. Ebben az évben beszéltünk a munkajogról, de azt is olyan gyakorlati oldalról, hogy egész a jelenlegi évek vezetéséig. Beszéltünk az energiatudatosságról, szintén olyan jogászok jöttek el, akik nagyon-nagyon sok új dolgot mondtak el a vállalkozásoknak, hogy mi mindenre kell odafigyelniük, és úgy gondolom, hogy az adó és a polgári törvénykönyv is olyan előadás volt, amihez igen sok embert tudtunk összegyűjteni. A polgári törvénykönyvhez annyian jelentkeztek, mint ide és itt ebbe a terembe kellett megtartanunk. Egyébként a Körösfej utcában, a Gödöllő-Kob ZRT központjában szoktuk tartani a kisebb klubrendezvényeinket, amire most is mindenkit szeretettel meghívok, és megkérem a vállalkozásokat, hogy mondják el a többi vállalkozásnak is, hogy van ilyen lehetőség. És akkor még szoktam azt kérni, hogyha valakinek van olyan témája, amit úgy gondol, hogy a közösséget érinti, és jó lenne, ha beszélnénk róla, akkor azt tegyék meg, hogy a kamarának a honlapjára írnak, megvan a kamarai központi honlap is, azt gondolom mindenkinek, vagy Andrea, akitől most kapták a meghívást az ő címére, vagy Farkas Marikának olyan témákat, ami közérdekű. Nagyon szívesen meg fogjuk szervezni a legfontosabb, legjobb embereket arra, hogy segítsenek nekünk.